Én nekem adtak ide két ilyen papírt, amit nem érthető. Panaszolja egy hajdújárási asszony a polgári jogvédőnek. Lánya folyamatos orvosi felügyeletre szorul. Egyik ismerőse ezt kihasználva el szerette volna adni a lány tulajdonában lévő házat. Ekkor lépett közbe az édesanyja. Voltunk már a bíróságon is, gondolom mindent jóba hagyták. Az asszony kisnyugdíjas és nem győzi fizetni az ügyintézések költségeit. Az ügyésznek oda kellett fizetnem, most még ezeknek az orvosoknak, akik megadták a határozatot, hogy befolyásolható a lányom, és akkor 23-24 ezer dinár körül ki kell, hogy fizessek, de nem bírom fizetni, mert tűzre való is kell, meg enni is kellene, ahol amit. Tóth Szalai Erika ombudsman helyettes segítséget ígért az anyagi gondokkal küszködő nyugdíjas néninek. A polgári jogvédői hivatal kétfajta támogatást nyújt. Vannak olyan esetek, amikor csak tanácsokat tudnak adni, más esetekben viszont eljárást is indíthatnak. A közigazgatás, vagy a nyugdíjbiztosítás, vagy a szociális központ ügyeibe beletekintettünk. Nyilatkozatot kértünk, miért állnak az ügyek, hogyan kommunikálnak az ügyféle, lassú-e az ügyintézés, ha lassú, akkor miért lassú. Úgyhogy az a meglátásunk, hogy az intervenciónk után fölgyorsultak az ügyintézések, és hatékonyabban folyik az ügy megoldása. A peremvárosi helyi közösségekben júniusban is tartanak fogadóórákat, majd pedig a nyári szünetet követően szeptemberben ismét várják a panaszosokat, amennyiben igény mutatkozik rá.